Minden halálfélelem tulajdonképpen az ego énérzetének halálától való félelem. Így igaz. Az elme a test halálától való félelemként fogalmazza meg, ami azonban csak egy vetítővászon. Az ego valójában a saját életének és énként történő önazonosításának elvesztésétől fél, és aggodalmának alapja az, hogy tudatában van a saját sérülékenységének. Ha az ego az abszolút valóságon alapulna, akkor nem ismerne félelmet, mert tudná, hogy időtlen és sérthetetlen. A valódi én tudásához azonban hozzátartozik a végtelenség abszolút voltának tudatosítása. A személyes én a tartalom, míg a valódi én a kontextus. A felhővel állítható párhuzamba, amely állandóan változik és szerte is foszlik, az ég azonban természetéből adódóan állandó. Az időjárás szeszélyes, de az égbolt maga változatlan marad. A megvilágosodás során csupán annyi történik, hogy többé már nem a felhővel azonosulunk, hanem az égbolttal.